pécsi horvát nemzetiségi általános iskolások is felléptek a dombóvári nemzetiségek adventi gála műsorán. A helyi Apáczai Csere János szakgimnáziumban megtartott rendezvényt a dombóvári horvát nemzetiségi önkormányzat szervezte meg, és meghívták a német és a roma képviselőket, valamint a dombóvári örmény egyesület tagjait is. Ez itt már hagyomány. Az én családom abszolút monarchista családnak mondani, ami nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert apajágon horvát származásúak vagyunk, anyajágon, apajágon horvát, anyajágon német származások, rengeteg magyar keveredéssel. Tehát az, amit az monarchia annak idején megvalósított, azt tulajdonképpen visszük tovább, és ezeknek az emlékeknek, érzéseknek, identitásnak a megőrzése érdekében teszünk meg mindent. A gála esten Dombóvár polgármestere is részt vett. Ő ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy a nemzetiségi önkormányzatok már eddig is sokat tettek a városért. És nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a köszöntőben kiemeltem, hogy vannak emberek, akik sokat dolgoznak azért, hogy a mai este létrejövessen, és ezért is szerettem a név szerint köszönteni a nemzetiségi önkormányzatok elnökét. A Magyarországi Horvátok Szövetségének elnöke pedig azt emelte ki, hogy ritka, ugyanakkor példaértékű, hogy a különböző népeket és népcsoportokat képviselők együtt ünnepeljenek karácsonyt várva. Láthatom különböző kultúrájú programokat, minden kisebbség előadta maga hagyományait, főleg dalban, táncban, versben, és én nekem ez nagyon tetszett. Tehát az a jellemző, hogy inkább saját magunknak készítünk programokat, nemzetiségünként külön, de ám in blokk, ám együtt, ritkában fordul elő. A dombóvári gála es során a helyi horvát önkormányzat által idén alapított díjakat is átadtak. Idén hárman vehettek át elismerést a közösségért végzett munkájukért.